Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, október 8-án. A mai napon a hold mozgása eléri a kármikus csomót, mégpedig a felfele mozgó hold csomót, Ráhút. Ez mutat egy életutat, vagy egy kiutat. A téma az anyagiak, a munkahelyi viszonyok, vagy a vagyoni témák. Itt lesz egy új irány. Egy új irányt változtatni nem csak Ráhú, ez a felfele mozgó holdcsomó mutat, hanem a mai holdház Mruga vagy Mrigashira. Ez a holdház Orion csillagkép hatása alatt áll. Orion az egy égi vadász, és van két kutyája. A nagy kutya csillagkép, ahol Sirius csillag található, mutat egy irányt, egy kiutat, új lehetőségeket, és az irány az az északi sarki csillag. A Polár Stern. Kell most számunkra egy új lehetőség, egy új irány. Ami a férfiakat illeti, ők most megnyugszanak, előre mennek a dolgok. Vannak lehetőségeik, de van náluk egy hiba, mégpedig az, hogy megpróbálnak valamit megtartani a múltból, és ezáltal vannak itt nehézségek, ezáltal fékeznek valamit, és nem úgy mennek az események, ahogy kellene, holott lehetne szerencse, ha ők le tudnák zárni a múltat. A mai napon Uránusz bolygó és Merkur bolygó szemben áll. Ez olyan, mint egy tükör. Bele kell nézni ebbe a tükörbe, mert itt tükröződik valami. Itt változásokról van szó, hírekről, beszélgetésekről, vagy valamilyen dokument aláírásáról. Ez a szemben álló pozíción, amit mi opozíciónak nevezünk, ez olyan, mint egy mérleg, bizony mérlegelni kell a dolgokat. Ami jó, hogy vannak álmaink, ez megvalósítható, szerencsénk lesz, megvan hozzá a lehetőség, ezt kivált egy Jupiter bolygó és egy visszatekintő Neptun bolygó között fennálló szextil aspektus. És ez volt a mai felvételem, Mizó is, október 8-án. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!